A 2022-23-as tanévben egy teljesen felújított épületben kezdheti meg munkáját a Collegium Varadinum. A nagyváradi székhelyű szakkollégium a tehetséggondozás mellett ezentúl egy korszerű bentlakással is várja a Nagyváradon tanuló diákokat. Ünnepélyes keretek között avatták fel a Collegium Varadinum szakkollégium felújított épületét Nagyváradon. Az épület átadóval összekötött tanévnyitón Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes, az RMDS elnöke kiemelte a szakkollégiumok fontosságát. Ez egy közösségformáló, közösségépítő, identitásképző intézmény a szakkollégium, ahol el lehet mélyíteni a tudást, a tehetségeket lehet ápolni, és lehet keresni azokat az utakat, vagy lehet utat építeni ott, ahol nincs, amelyre lehet, hogy az egyetem maga nem ad megfelelő teret, megfelelő lehetőséget. Tehát ilyen értelemben a szakkollégium nem csak kiegészíti az egyetemet, hanem az ott szerzett tudást elmélyíti. A 2022-23-as tanévben Nagyvárad különböző felsőoktatási intézményéből több mint 60 egyetemi hallgató jelentkezett a szakkollégiumba, akik 45-en nyertek felvételt a kedvezményes bentlakásba és a szakmai továbbképzésekre. A szakkollégiumunk tevékenysége három pilléren nyugszik. Egyrészt a szakmai tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, a diákok szakmai fejlesztésére. Ezen túlmenően nagyon fontosnak tartjuk a különböző készségek és kompetenciáknak a fejlesztését, és végül, de nem utolsó sorban azért is hoztuk létre ezt a szakkollégiumot, hogy itt helyben erősítsük a magyar közösséget, a magyar identitást és az ahhoz való tartozást. A Királyhágó melléki református egyházkerület tulajdonában álló épület, amelyben egykor a Lórántffy Zsuzsanna református gimnázium működött, hosszú évekig üresen állt. A magyar kormány támogatásával megvalósult teljes felújítás révén az ingatlant sikerült az oktatás és a Nagyváradon tanuló egyetemi hallgatók szolgálatába állítani.